A Szent László kórus is közreműködött a szeptember 2-ai ünnepi szentmisén a Szent László templomban. Az énekkar vezetését még 1967-ben vette át Varsányi István karnagy. Ennek 50 éves jubileumát ünnepelték. Ezeken a felvételeken pedig már a kórus köszöntötte a vezetőt a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központban. Az énekkar egykori és jelenlegi tagjai mellett Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere is ajándékkal köszönte meg a karnagy 5 évtizedes munkáját. Egy tágabb közösség, Kőbánya közössége nevében is szeretném megköszönni karnagy úrnak azt az 50 esztendőt, amit a kórus élén töltött, hiszen nagyon fontos az, hogy összetartja ezt a kórust, ezt az énekkart, de nagyon fontos az, hogy Kőbányának is büszkeségévé válhatott ez a közösség, ami az ő munkájának azt gondolom, hogy a legszebb gyümölcse. A kerület vezetője mellett dr. György István, Budapest főváros kormány megbízottja is elismerte a jubiláló kórus igazgató munkáját. Az énekkar is egyike azoknak a szerveződéseknek, ami hozzájárul a kerület szellemi fejlődéséhez. Igyekeztünk arra, hogy töretlenül, hogy azokat az értékeket megóvjuk, segítsük azt a munkát, ami a kórusba folyik, és sok minden mást is, amely Kőbányán nem csak az épített környezet fejlesztésével függ össze, hanem a szellem művelésével, és mindennel, ami nem csak fizikailag testesül meg, hanem a lelkünket gazdagítja. Úgy a hitünket értem ez alatt, és minden egyebet, amitől szép lesz a lelkünk, és jó emberi közösségben élni. Azt, hogy ezt 50 évig tudtam csinálni, az égieknek köszönhetem. Ezt pedig már Varsányi István mondta az elmúlt időszakról. Mindig úgy alakult ugyanis az élete, hogy nem tudott elszakadni a kórustól. Én végig éreztem, hogy valaki irányít engem. A Szent László kórus egyébként 2019-ben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Varsányi István vezetésével az egyházi év főünnepein rendszeresen, valamint a hónap első és harmadik vasárnapján énekel a kórus a Szent László templomban. A centrumban fél évszázad, amely valamennyiünk életében egy igen jelentős időszakasz, ám de ha valaki aktívan tölt egy-egy tevékenységgel ennyi időt, akkor az ember tényleg egy pillanatra megáll, elgondolkodik, és mindenképpen megemeli a süvegét, úgyhogy kellő tisztelettel köszöntöm Önt most a stúdióban. Önnek tulajdonképpen ez egy jó leső érzés, vagy pedig kicsit édeskeser? Nem, erről szó sincs, hogy édeskeser legyen. Ez nekem olyan édes érzés, hiszen más ember is dolgozik 50 évet más munkahelyen. Hát nekem ez munkahelyen volt, csak itt az a különbség, hogy ez egy hivatás is. És tulajdonképpen a hobbim az volt a munkám. És ez egy óriási szerencse az életben. És hogy lett ez a hobbija, hát aztán a munkája? Ez vissza kell nyúlni, és sajnos politikai színezete is van a dolognak, mert ugye én 33-ban születtem, most vagyok 84 éves, és 14 éves voltam, amikor én már egész magas szinten zongorát tanultam. A Mávagnak a zeneiskolájában, ami akkor még nagyon, nagyon exkluzív intézmény volt. Ezen kívül ugye a II. Világháború alatt az opera is kiégett teljesen, és a Mávagnak volt a Mávag kolónia, nem tudom, ismerős-e ez a név, igen. És ott volt egy hatalmas kultúrcentrum, ahol zeneiskola, bálterem, színházterem, de zsinórpadlással, minden árokkal, zenekari árokkal, minden, és az operaház kijött ide dolgozni, illetve akkor Jámbor László, Gyurkovics Mária, ezekkel csinálták éppen a Traviatát. Na most én zongorázni tanultam, és még voltak előttem, nem akarok bőlére engedni, de így lehet majd megérteni. Voltak előttem még, akik az órámra váltak, én meg elkezdtem lődörögni abban a nagy épületben, és betévedtem a színházterembe, ahol is jelmezes főpróbában ment a Traviata. Én leültem egy székbe, és engem a Verdi zenéje
kikészített. Se órára nem mentem, kerestek alacsony növésben, és látták, hogy ülök egy székbe ott a sötétben. Csak amikor vége volt, akkor eszméltem föl, és ez a zene akkor kapott engem meg. Addig is én már egész magas szinten zongoráztam, de ez egy olyan kötelező dolog volt, hogy a szüleim beirattak, mert ezek elég sokan zenészek a családban, de akkor éreztem azt, hogy a zene nekem zene. És nem egy hallgatni való valami, ami szép, hanem ezen kívül ezt művelni is kell. És akkor következett az, hogy én akkor már zongoráztam, és a Rezső téri templom. Mi ott laktunk, ott születtünk, feleségem is ott született, ott nőttünk föl a Rezső téren. Ez egy kitűnő közösség volt 1950-ig, de akkor jött a kopasz főnök, ugye, és kitalálta, hogy Nagy Budapest lesz, és akkor minket a 10. kerülettől átcsatoltak a 8. a 8 kerbe, hogy most mondják. Én a kerékpáromat még itt jelentettem be, elöljáróságnak hívták akkor az épületet, ide kellett jönni, Budapest 10. kerület, Kőbánya tisztviselőtelep, ez volt a neve. És mi a tisztviselőtelepen laktunk, hát ide, itt jelentettem be a kerékváromat is. És hát ugye oda jártunk templomba, vallásos volt a családom, Csallóközben menekültek a Trianon idejében, eredeti varsányiak vagyunk, annyira eredeti, hogy én most a gyerekeimmel, meg unokámmal fölautóztam, ahonnan a nagyszüleim jöttek királynévbe, és döbbenten láttam, hogy a temetőnek a nagyobb hányad a varsányi fekszik ott, és a helybeli plébános mondta, hogy még most is a falunak a fele varsányi. És sok rokon van akkor. És sok rokon vannak, akikre nem tudunk. Volt egy bábasszony, Varsányi Katának hívták, aki 98 éves volt, teljesen tiszta volt agyilag. Ő emlékezett a nagyapámra, amikor Trianonba eljöttek Budapestre, és annak a testvére meg Philadelphiába ment Trianon után. Úgyhogy ez innen össze. És akkor jött a húsvét, jött a terror, a karnagy, aki ott volt a Rezső téren, az gimnáziumi középtanár volt is, és már akkor közölték vele, hogy vagy iskola, vagy templom. Viszont több gyereke volt, az a templom annyi pénzt nem tudott neki adni, hát maradt az iskola, de a templom környékére sem mert jönni, mert voltak ilyen beépített emberek, akik figyelték, hogy ki megy be a templomba. És hát mivel, hogy én zongoráztam, a plébános azt mondta, akit úgy hívtak, hogy Turcsány Egon, dr. Mincenti Biborosnak volt a titkár, amikor kiszabadították a rendszervált, nem, 56-ban. Dr. Turcsány Egon volt, és azt mondja, hát Pityukám, így hívta, ülj fel a zongorán, játsszál. És itt kezdődött az isteni csoda, és meg van győződve, hogy jó Isten így irányította az életemet, lögdöste jobbra-balra, és mindig oda lökött, ahol jó volt. Ezt merem állítani, szóval ilyen, ennyi véletlen nincs, ami nekem az életemben volt, nem létezik, ilyen nincs. És akkor felültettek, hogy hát akkor játsszak őt a húsvéti szertartás, minden. Minisztráltam valamit, konyítottam a dolgokhoz, de hát ezért. És az első csoda az volt, hogy én ráéreztem arra, hogy az orgonán nem zongorázni kell. Ez óriási különbség. A zongorát leüti az ember, ha erősen üti le, ha jobban szól, ha halkan szól, és utána van egy kicsengése. De az orgonát akárhogy ütöm le, az egyformán szól, és ahogy elengedem, abban a pillanatban megszűnik a hang. És akkor, ha én zongorázom, akkor dadogós az egész. Tehát az orgonám kötni kell, és én erre ráéreztem. Nem tudom, hogy mai napig nem tudom megmagyarázni. Hogy mondani szólták, Isten adta tehetsége van. Igen, ráéreztem, hogy ottan kötni kellett. És akkor így elkezdtem kántorizálni. Tehát sikeres volt a deputáció. Igen, hát örültek, hogy van valaki, aki bent tudja csinálni. Volt egy énekar, egy ilyen világban,
eléggé alacsony színvonalon mozgott. Hát egy háború után voltunk, ezt csomó embert elvittek Malinki robotra, és meg a háborúba elesett, a bombázásnál, hát ott értük át a második világháborút, ott a Mávak gyár mellett, iszonyat volt, és elfásult emberek tömkelege, közben a gyerekek is, mert volt egy alkalom, amikor édesanyám kiküldött, hogy nézd meg, hátra sütötte a pék valami kenyeret, még tartani, ez decemberben volt, 44 decemberében, és mentem ki, és megbotlottam egy hókupacban, lekotrom, hát egy katona. Uh-huh. Egy agyonlőtt katona, átléptem, és mentem tovább. Ennyire közömbös volt még a gyerek is. Uh-huh. Ez egy szörnyű világ volt. Uh-huh. És aztán ugye ott tovább folytattam az orgonálást, akkor bekerültem a zenegimnáziumba, és akkor jött a tortúra, amikor is nevet nem szeretnék említeni, mert elég vezető pozícióban volt az illető, is fél éve hunyt el. Uh-huh. Isten nyugosztalja, halottról uh-huh. vagy jót, vagy semmit, hogy mondja uh-huh. a közmondás. Ő a évfolyam társam volt, és állandóan, hogy vigyem át ki a Lezsőtérre, úgy szeretni. Kitűnő orgona volt, Schmidt-Hall Lajos orgona művésznek, a villájában volt ez egy szalon orgona, amit kimenekített a háborúból a villából, és a Lezsőtéren pedig építettek egy négymonoláros, hatalmas Rieger orgonát, ami egy bomba találatnál leégett a gyárba, a kész orgona elégett. Uh-huh. És nem volt orgona, abban nagy templom, és oda berakták, fölépített, itt két manuálos, gyönyörű orgona volt, élvezett volt rajta játszani. És hogy ő ki szeretne jönni, meg szeretné nézni ezt az orgonát, szeretne orgonálni, kivittem, hát gyere. Uh-huh. Aztán... Középiskolás. Konziba, akkor még a Semmelweis utcában volt a zenegimnázium, uh-huh. még úgy az volt a neve, hogy zenegimnázium. Hát... annyira jó lehettem, mert egy osztályban 13 volt a létszám. Uh-huh. Uh-huh. És a 13 közt én is ott voltam, akit fölvettek. Hát, és 50-en vagy mennyien voltunk a jelentkezők. Szóval, uh-huh. szóval valami csak szorult belém, igen. és fölvettek. És kivittem, egy-két hét múlva szól az igazgató, hogy menjek le. Szerény István volt az igazgató, két szintén félreállítottak, és jött egy Baranyi nevű igazgató, piros könyvvel, Szegedről, tehetségtelen. Ez tehetségtelen zongorista volt. Nem tud, egyszerűen nulla. Na most lehívatott és közölte, hogy tudomására jutott, hogy én templomba orgonálok, és figyelmeztet, ha még egyszer előfordul, repülök az iskolába. Mert a tenor abban az időben az orgonaszakot meg akarták szüntetni. Uh-huh. Ez kormányrendelet volt, hogy lecsökkenten minél jobban. Hát az akadémiáról elbocsátották a orgonatanárokat. Úgy emlékszem, hogy a Margitai és a Gergely Feri bácsi maradt meg, Schlossmas. Uh-huh. Többit elbocsátottak, de ők is tanítottak még a konziba, mert akkor már konzi lett. Leépítés volt, hogy orgona nem kell, hát ez egy egyházi klerikális hangszer, arra nincs szükség. Ez hivatalos álláspont volt. Az ember ledöbben, hogy uh-huh. emberek agyában hogy születik meg ilyen. Uh-huh. És aztán volt még egy behivatás, még egy, végül is 18 évesen voltam, hagytak leérettségizni, de kirúgtak az iskolából emiatt. Uh-huh. Édesapám beteg volt nagyon, szívbeteg volt anyám, mint abban az időben háztartásbéli, nevelte a két gyermekét, a húgomat, és így maradtam. Akkor bárhova mentem, eljött utánam a káderlap, egyszer fölvettek a terményfogalmi vállalatnál, adminisztrátornak. Egy hét, hetet nem töltöttem el, jött a káderlap, elminősítettek segédmunkásnak. Uh-huh. Szóval jött utána mindig a káderlap, úgyhogy így éltem az életemet. Délelőtt orgonáltam, volt, amikor az ötös autójavítóba kocsit mostnám éjjel, teherautókat, valami pénz kellett. Délelőtt orgonáltam, hogy ne essek ki, és magánórákra jártam a Gergely Feri bácsihoz.
És az érdekesség az volt, hogy 1957-ben, akkor a Szent Anna templomnak voltam az organistája és kántora Debrecenben, és hogy úgy kerültem oda, hogy katona, 20 éves koromban beírtak katonának, Debrecenbe kerültem, ott összefutottam évfolyam társaimmal, akik a színházban voltak a Csokonaiban, és bevittek, beloptak, és Schwarzba, ahogy akkor mondták, Schwarzba korrepetáltam bent, mert nem kevés volt nem volt, hogy mondták, nem volt státusz, hogy még egy korrepetítót fölvinnek, viszont a minisztériumban annyi anyagot sóztak rájuk, hogy ezt kötelező megcsinálni, bevittek, és Schwarzba fizettek. Kultúrvezető voltam, mert politikailag megbízhatatlan voltam a katonaságnak, kultúrvezető voltam, akkor jöttem ki, amikor akartam, volt állandó kilépő. Úgyhogy azon bejártam az onkorát egyenruhába, és aztán hát ugye oda kerül 56, abba belemásztam együtt a Mensáros Lacival meg ezekkel, és aztán nem csuktak le, annyi vétkem nem volt, csak eltanácsoltak a színháztól, tehát úgyse volt státuszom, hát kész. Abba a pillanatban megőrült a Szent Anna, itt volt az első rúgás a Jóistentől, meg abba a pillanatban megőrült a Szent Anna. Az, másnap már ott voltam, karnagy és kántor. Ott voltam, megnősültem, és 57 február márciusában meghívtam a Feri bácsi, Gergely Feri bácsi egy orgonakoncert, és utána elmentünk a feleségem a hármasba, a Bikába vacsorázni. És ott a Bikában mondta meg nekem, hogy ki volt az, aki engem befújt a gimnáziumba. A nevét, ott mondta, és azt mondta, hogy a tanárok egyöntetően kiálltak mellettem, de az igazgató asztalra csapott, és azt mondta, hogy snitt. Ott mert elmesélni. Tehát én 51-től 53-ig, 57-ig nem is tudtam, hogy ki volt az, aki ki... Így tudtam meg. Az illető most halt meg pár hete, egy-két hónapja, talán fél éve. Rádió alkalmazott volt az illető, tehetségtelen zongorista volt, és végül is zenei rendező lett a rádióba. Aztán lett, veszem a Művészeti Minisztériumba is bekerült osztályvezetőnek, oda csak piros könyvvel lehetett bekerülni. Úgyhogy, hát így, és akkor Jóisten rúgdossott jobbra-balra. Debrecenből. Ugye szerettem volna hazajönni Budapestre, hát akkor mobil, ilyen még ismeretlen volt. Ahhoz, hogy én itt valamit intézzek a sorsomról, ahhoz föl kellett állandóan utaznom. A gőzmozdonyon vezetett szerelvény az reggel 6-kor indult, és délután 2-kor volt a nyugatiba. Tehát egyszerűen lehetetlen volt. Telefon csak a postán lehetett, de az is nagyon nehezen. Végül is aztán puszta Szabolcsra kerültünk a feleségemmel. Debrecenben voltam még 3 évet, és jó kis kórus volt. A Verdi Requiemet tanítottam nekik akkor a színházzal közösen, de meg voltak a kapcsolatok, és aztán én azt a utódomra rá is hagytam, hogy eljöttem, meg kaptam egy állást Puszta Szabolcson, egy kántori állást, ott másfél évig voltam, aztán onnan fölkerültem Rákosfalvára, de itt voltam 8 évig, és akkor 65-ben megszületett második gyermekem, és hát nem tudtak több pénzt adni, és akkor bekerültem megpályáztam a József milyen Horváth Mehetéri templomot. Ott voltam, és ott is a Jóisten közbelépett, éreztem, ez így, ahogy van, éreztem, hogy én itt nem maradok. Ezt állandóan ezt éreztem magam, hogy én itt nem maradok. Ez volt májusban, augusztus 21-én a Szepest is, bocsánat, be kell itt adnom, hogy ez hogy kerültem ide, hogy itt a plébános Szepesdi Sándor volt. Kőbányán. Rákosfalván meg Szepesdi Ervin, a testvérek. És ugye közel van egymáshoz. Én összejártam az itteni kollégával, kihelyettettük egymást, és így, és akkor augusztus 21-én telefonálva plébános, hogy azonnal jöjjek ki, mert probléma van.
kijövök, bocsánat. Kijövök. Aurél meghalt az elődöm. Paf, 51 éves. Uh-huh. Hát elment a rudasfürdő, szívbeteg volt, és elment a rudasfürdőbe, szerencsétlen. Kijött a melegvízből, lefeküdt, és este vették észre, hogy ez egy halott ember fekszik ott. Így ment el, 51 évesen, és akkor engem meghívtak ide. Nem írtak ki pályázatot, egyszerűen meghívtak. Hát így kerültem ide, tehát a Jóisten lövdösött. Itt pedig volt egy nagyon jó kis kórus, 38 tagú volt, idősebb emberek voltak, és hát nagy segítség volt nekem a Bér Miklós püspök úr, akkor került ide, meg a káplán a másik, Bajzát Ferenc, most nem tudom, a Feri hol van, nem tudom, de él még. A fiatalokkal föltöltöttük a kórust, és én nekiestem, és ez az első nagy mű, amit betanítottam nekik, ez megfelelő hangképzés után, mert azért ragaszkodtam egy hangképző tanárhoz. Lipták Mária rádioszimfonikus, rádióénekarának volt a szólistája, és ő jött ide, és ő lett az énektanárunk és a szólistánk is. Most hagyta abbak egy évvel ezelőtt, eddig ő volt. És hát minden próba úgy kezdődött, hogy énekar, ugye skála, hangképzés, levegővétel, meg ezzel kezdődött, és hát így neki lehetett állni, amatőrökkel nagyobb üveket előadni. És mi volt az első itt Kőbányán? Itt Mozart Requiem. Uh-huh. Nem volt egy kis feladat? Nem volt, különösen a fúgák azok nagyon nehezek voltak benne, de az volt az első feladat. És annyira tetszett, vagy a Paskai, tetszik, talán ismerne a nevet, hogy Paskai, igen, bíboros úr, ő akkor nem bíboros volt, hanem a központi szemináriumnak igazgatója volt, igen, ő volt az igazgató, és meghívott minket oda egy a Mozart Requiemet előadni, ez volt 1970-ben. És a kollégák voltak nekem a rádiózenekarban, akikkel együtt végeztem, hát azokból összeállítottunk egy zenekart, ez az úgynevezett, bizony ismeri, hogy mi az a Hakni, ugye? Előtt egy Hakniba jöttek, és már megcsináltuk az egyetemi templomban szépen a Mozart Requiemet, vasárnap este, a Paskai rektor volt, rektor vacsorát, minden elbeszélgetünk, jól. Reggel szól a telefonom, akkor már volt házi telefonom, és azonnal menjek be a helynökségre. Bemegyek, már hozták az autót, megyünk az államegyházügyi hivatalba. A Miklós Imre volt már akkor az államegyházügyi, és közölte velem, hogyha még egyszer kiteszem a lábamat innen a templomból a kórusommal, 5-től 15 évig terjedő börtönbüntetés vár rám. Jézus Mária! Ez így volt. És miért? Mert a templom énekar itt énekel, de ki nem. A úgynevezett szocializmusban az volt a divat, amiről nem beszélünk, nincs. Uh-huh. Lehet, de ha nem beszélünk róla, akkor nincs. Uh-huh. Tehát lényegben a templom falai között... Énekelhetek, bármit csinálhatok, de honnan kiteszem a lábam, akkor 5-től 15 év terjedett börtönbüntetés. Szóval így, én így dolgoztam vidáman, és így járt az énekkar is ide próbára. Aztán sajnos a Lechner nagyon elszúrta ezt, mert olyan kicsi alapterületű kórus csinált, hogy a jelenlegi kórusom, hogy az kb. 60-an vagyunk most, ha mindenki ott van, senki nem jelzik, tele van a kórus. Oda egy hangszert nem lehet beültetni. Hangszeres műveket nem tudtunk előadni. Le kell menni az oltár elé. Igen, de volt 2-3 ember, aki nem vállalta azt, hogy ő szembe énekeljen. Féltette az állását. Aha. Igen. Hogy átszőtt itt mindent. Igen, pontosan. Politika. És ezt mind nekem kellett kitriblizni. Nekem menedzsernek kellett lennem, karnagynak kellett lennem, kántornak lennem, és még az emberekkel is úgy kellett viselkedni, hogy jöjjenek. Mert amatőrök.
és ez volt egy jó családi hátterem, ahol nem piszkáltak azzal, hogy én már megint megbubóztam a szobámba az zongora mellé órákig, vagy később jövök haza, mert tovább tartott a próba. És egy ilyen karrierrel a háta mögött a zenei ranglistáján, van egyáltalán zenei ranglistája, tehát ami a legjobban kedvel, és akkor így egy kicsit... Már hogy zeneszerzőkre gondolom. Igen, zeneszerzők, igen. Zeneművek, igen, tehát igen. A kedvence. Itt nem volt, az nem jó kifejezés az, hogy nekem mi a kedvencem. Mert akár a kedvencem lehet, ha a társaság nem olyan kvalitású, akkor nem tudom megcsinálni. Tehát mindig fel kellett mérni azt, hogy az énekar milyen erővel rendelkezik, milyen kvalitással rendelkezik. És mindig más volt, állandóan fejlődött a kórus, állandóan. Én azt le tudom mérni, mert amikor most előveszek egy új művet, legyen az, Hidas Fricsi írt nekünk egy művet, mielőtt meghalt egy évvel, mikor halt meg a Fricsi? 2 éve, 3 éve halt meg, nem tudom, ismerte. Nem. Annak a tévéjátéknak is ő csinált a zenét, a Szomszédok. Uh-huh. Szomszédokban is ő írta a zenét hozzá is. És írt egy misét 2002-ben, mikor mentek ki az oroszok tőlünk, melyik évben? Hát az bizony 1990-ben volt. 90-ben mentek ki az oroszok? Igen. Akkor itt a 92-ben. Igen, tudom, a 2-es az utolsó szám. 92-ben írt egy misét, hogy in honorem regine pacis, tehát a béke királynő tiszteletére, és az Agnus Dei-be beleszélte a magyar himnuszt. Fantasztikus mű. De nagyon nehéz. Nem akarod rossz kifejezést, vagy drasztikus kifejezést használni. Nagyon nehéz. Kaptam én olyat próba közben. Ki volt az a marha, aki kitalált, hogy ezt tanuljuk meg? Mondom, én. Mert ő egy modern zeneszerző volt, a Fricsi. De nem az a vad modern, ami tele van szekundcsurlódással, és az ember hallja az égnek áll, és azt mondja, hogy minek ülök itt, és minek hallgatom. Nem olyan, hanem kellemesen. Na most a külön a szólamok, ez nem egy klasszikus mű, hanem külön a szólamok is nem lehet támaszkodni, nincs benne támasz sehova, csak úgy le kell énekelni. De amikor a másik 3 szólam megszólal, olyan gyönyörű egységé válik, hogy ez fantasztikus. Az énekar legjobban szereti azóta ezt a misét. Uh-huh. És ezt betanítottam nekik, és 2 évre rá, igen, nagyon sokat jártunk külföldre, és akkor is mentünk a Salzburgba, és a Salzburgi Domba mutattuk be először ezt a misét Ausztriába. És hát óriási sikerünk volt. Óriási. És egyszer hazajövök, ki volt plakátolva az Salzburgba, a Domba, hazajövök, és hallgatom a rádióban, kőbányai kórusról beszél valaki. Otthon matattam, és szólt a rádió a háttérben. Uh-huh. Hát Fittler Kati írt egy riportot, mert ő ott nyaralt. Uh-huh. És bejött meghallgatni, és írt erről egy gyönyörű cikket, és felolvasták a rádióba, és avval fejezte be, hogy ott is jó volt magyarnak lenni. Uh-huh. Ebben fejezte be. Gondolom, igen. Jól esett önnek. Nagyon. Utána beívtak a rádióba, és kellett vinni egy hangzóanyagot, hogy le is játszották. Azóta is kedvenc. Hát, szóval ez visszatérve, a kórusnál mindig figyelembe kellett venni, hogy mit bírnak. Uh-huh. Akkor volt egy ideig volt egy olyan összetétel a kórusnak, hogy tele volt fiatallal. Úgy örültem, mint majd a rolóhúzónak, ahogy szokták mondani, és gyorsan elővettem, meghallottam egy Kanadában voltam a húgomnál, és cseh lemezen Dvorzsáknak a Stabat Materét. Uh-huh. Hátborzongató. Na, ezt én megtanítom, ezt én nem. Hazajöttem, beszereztem a kottanyagot, mindent, és meg is tanítottam, óriási sikerrel sikerült előadnunk. Hosszú mű, 2 CD lemezt igényel, és olyan megrázó,
később ugye tanulmányoztam, hogy Dózsák mikor hol írta meg, hogy meghalt a felesége először, és utána mind a két lánya Torokgyíkba a Dózsáknak. És ezek után írta meg ezt a fájdalmas művet. Félelmetes, az indítás, a zenekari előjáték. Én nekem most is beszélek róla, szalad a ideg a hátamon. Félelmetes. Ezt óriás sikerrel bemutattuk. Ugyanakkor Lehel György, akkori karmester, önök mondták, mi rádiósok voltak itt szólisták, csináljuk meg a rádióhoz, gyönyörű, unalmas. Ezt mondta. Hát a mércék azok bizony különböző. Ez Dózsák, akkor megcsináltam Rossini Stabat Materét, az két éve óriási sikerrel. És ami nagyon nagy siker volt, és most nem tudok kihez fordulni, hogy segítsen nekem, mert azokat a papokat igen, én együtt nőttem föl. Azok már vagy meghaltak, vagy nyugdíjba mentek. A Miklós is most volt nyugdíjba menni, a Bermiki. És... Tehát mondja, hogy bajban van, mert hát megöregedtek a pályatársak, és ezek szerint nincs kihez fordulni bizonyos dolgokkal? Hát nem is így van. Tulajdonképpen van nekem jelöltem, hogy ki fogja átvenni tőlem. Csak az egy 50 év után olyan kötöttség van, olyan személy kötöttség van a kórus, ahogy sokan mondják azt, hogy én leteszem, ők is leteszik. Itt van, nagyon ügyesen át kell játszani majd valahogy. Mert két év múlva lesz a kórus 100 éves. Dr. Kelemen Ferenc, Vitéz Kelemen Ferenc alapította 919-ben a kórust. Úgyhogy két év múlva lesz 100 éves. És igen? Azt szeretném csak tudni, hogy azért ön körbe van véve zenészekkel a családban is. Ez szintén isteni útmutatás, vagy terelgetés, vagy hogy fogja fel? Nem, ez érdekes, mert ugye nézem a családfáját, legalábbis én kikutattam, amikor fölmentem most felvidékre, kikutattam, hogy semmiféle zenei dolog, zenei beütés nincs a családba. Visszavezetük a családfát 1538-ig. Visszavezetve, de van benne tanító, van benne földműves, kovács, van egy levél, amiben úgy kezdődik, hogy sorsa és mestersége kovács, minden nyavajától mentes, kezeírása nincs, utazik az úrnak 1756. évében Nyitora vármegyébe. Ez van, ez egy hivatalos úti levél, ez a címe. És kivéve az én nagyszüleim, akik átjöttek a trianoni döntés után Rákospalotára, és a nagyapám az kovácsmester volt. Hogy is hívták akkor? Mindjárt eszembe, Rákospalotán ezt a már fűha. Most Landler Jenő volt, de előtte volt Istvántelki főműhely. Istvántelki főműhely. Ez volt a neve. Ott dolgozott a nagyapám, mint kovács. Kovácsmester. És 8 gyermeke volt. És a 8 gyerekből volt egy pap, aki zenét tanított és földrajzot, történelmet. Két apáca, ami szintén az egyik magyar ének szakos volt, a másik pedig a betegápolóknál, a Lipótmezei Elmegyógyintézetnek a főnöknője volt. Ez a rang volt, mint egy püspök. És aztán a 8 gyerek volt, ez volt katonatiszt, apám az tulajdonképpen munkás volt, mert egyik szakmája lakatos volt, de kitűnően klarinétozott, és a Mávak fúvós és szimfonikus zenekarában játszott, ahol Fricsai volt a karnagy. Szóval ez egy komoly zenekar volt. És
aztán ugye születtem, én zenész lettem, egyik unokabátyám nemrég halt meg, Varsányi László zongoraművész volt, nem, 5 éve halt meg Laci, akkor az egyik unokahúgom München Gladbachban zongoratanárnő, a unokaöcsém Szegeden zongoratanár, a húga ugye Kanadában. A húgom Kanadában, az unokák közül az egyik unokám az a pécsi Pannon filharmonikusoknak az a vezető csellószólistája, én meg csellószólamvezetője, a lányom az pedig a MÁV szimfonikusoknál volt szólam, ez a koncertmester sokáig, de most már kezd nagyon fájni a válla, és már egyre jobban nem tudom, hát a szakmai ártalom, ugye, hát egy ilyen kiport, úgyhogy hát így néz ki a családot szám, és a legkisebb unokám az most tanul hegedülni. Mindig szól a zene a házba. És összekes is. És a vejem is. Uh-huh. És az, aki elárult engem a zenegimnáziumba, a vejemnek az unokatestvére. Így jött. Hát micsoda mit? Csavarokat produkál. Igen, igen. És egyébként hogy van? Én most kicsit. Én nem panaszkodom soha, szedem a gyógyszereket, amit keres, és így van. De ezt szeretném befejezni, ezt, amit elkezdtem az előbb, a litániát. Igen, igen. Most lesz az eukarisztikus kongresszus, mint Magyarországon 38-ban volt utoljára. Arra emlékszem, hogy rengeteg villamos ment, és sok ember. És most lesz, és nekem itt van ez a művem, ezt én Kanadában hallottam, hazajöttem, egyetlen egy zenekarnál nem találtam meg semmit, nem ismerte senki. Az akadémián a Mozart kötetben benne van, de azonnal elhozni nem lehet, és Bécsben egy antikváriumban találtam egy zseppartitúrát, bevezetett egy kicsikét zseppartitúrát, és New Yorkba adták ki. Akkor írtam a húgomnak Kanadában, fölhívtam, hogy New Yorkbe mondtam a kiadót. Ő ott beszerezte tőlük a kottát, mindenből egy darabot, elküldte, itt lefénymásoltuk. Nagyon félve, mert ha ez kiderül, akkor engem lecsuknak. Akkor nem, hát akkor március 15-én még a írógépet is lebombálták, hogy nehogy hozzám tudjon valaki félni. Volt egy nyomdász a Budai Vigadó épülete, a nem tudom miért, Korvin tér. A Vörösmarty tér. Nem, a Budai Vigadó. Budai Vigadó. Most zavarba hozott, nem tudom. Ott a Kapucinus templom mellett van, a fő utcában. Igen. Ott volt egy nyomdász, aki ezt elvállalta nekem, és éjjel lesokszorosította ezt a kottát. 28 perces mű, kinyomoztam. Mozart 16 éves korában rendelte meg Mozartnál a Salzburgi érsek, mert Mária Terézia rendeletére, ami mai napig fennáll ez, valahol, valamelyik egyházmegyében, minden az egyházmegyében, valamelyik nap, valamelyik templomba szentségimádásnak kell lenni. Uh-huh. És ez be van osztva. Be van osztva, hogy Milán kétszer kerül rá sor egy évbe, és az elsőt, azt mindig a Mozart Salzburgban domba kezdték január 1-én este. Uh-huh. És ez azóta van, ez már rendes mostanában megy. És akkor kapott Mozart egy megrendelés, hogy írjon hozzá a litániát. Írja meg a litánia szövegét zenére. Ez csinál hozzá egy kísérletet. Megcsinálta. Csodálatos. Magyarországon miattuk először. Mert ebből a kottából csak itt tudtam hozzá, hogy kifelmásoltuk. Nehézségi foka az, ha 10-es skála lenne, akkor 10-es a nehézségi foka. Van benne egy olyan fúga, hogy a Erdély Miklós a Karmelnek mutattam, hát azt mondja, ez még egy profinak is megterhelő. Van egy tenor szóló benne, Könycs Boldi Zsán énekelte először, valami csodálatos, tele koloratúr tenor az egész. Valami fantasztikus mű. Nálunk ez készen van. Bármikor előadhatjuk, jön az eukarisztikus világkongresszus, de én nekem nem is semmiféle összeköttetésem, hogy bemondjam nekik, hogy amikor a kongresszus, valóban el tudnánk adni. Mert ez az oltári szentségről szól, ami az eukarisztikus kongresszusnak a lényege, ugyanaz.
Szóval akkor most ismét az égiekre egy feladat vár, hogy... Igen, valahogy segítsenek, mert nem tudom. És én mindig van bennem, mert otthon azt mondják, hogy nyugodj már le. Az orvos azt mondja, hogy fékezz. István, fékezz már egy kicsit. Nem tudok fékezni. Gratulálunk hozzá. Köszönjük szépen. Jó egészség. Köszönöm szépen.